Áldás békesség! Ma is Márk Evangélium a 14. részéből olvasom az ígét, a 27. 28. és a 35. 36. versekből. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, minnyáján megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszírednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. És imádságban így szólt, Abba, Atyám! minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Pálapostól a Filippi levélben két kifejezéssel írja le Jézusnak a földi útját. Megalázta magát, és engedelmeskedett. Az alázata az engedelmességében mutatkozott meg. Az engedelmessége szíve alázatából fakadt. A keresztény tanítás a szentírás alapján Jézus engedelmességének két oldalát írja le. Ebben a bibliai szakaszban, amely ma előttünk van, Urunk utolsó napjaira nézve együtt látható ez a kettő. Összefonódnak és kiegészítik egymást. Jézus cselekvő engedelmessége és Jézus szenvedő engedelmessége. A szenvedő engedelmessége azt jelenti, hogy semmi sem tántoríthatta el, hogy elvégezze azt, amiért a mennyei atya küldte őt. Mennyi fájdalmat, mennyi gúnyt, mennyi bántást vállalt a mi megszabadításunkért. Hordozta a mi sebeinket, magára vette a mi gyalázatunkat, hogy nekünk már ne kelljen ezeket elszenvednünk. A cselekvő engedelmessége pedig, hogy mindezen közben, egy pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy mi az atya akarata, mi az, amit az atya feladatául szabott. S halál előtti óráiban, nem egész 24 órával azelőtt, hogy kilehelte a lelkét, összekapcsolódik ez a kettő abban, amiket Jézus elmond. Szenvedő engedelmességét vízhangozza az ószövetségi profécia, Zakariás döbbenetes sorai, Megverem a pásztort, és elszílednek a juhok. Felfoghatatlan az emberi észnek az, amit a itt hirdet. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy Isten ítéletet tart az ő népének a királya, a vezetője fölött? Lehetséges az, hogy az atya megveri a szeretet fiát, a jó pásztort? Nem csak lehetséges, szükséges, mondja Jézus. Ezért szerepelt már évszázadokkal korábban a proféciában. Hiszen hogyan tagadhatná meg Isten az ő igazságát? Hogyan adhatna szabad folyást a bűnnek? Egyáltalán milyen világban élnénk, ahol Isten nem bünteti meg a bűnt, a lázadást, a pusztítást? Valakinek meg kell halnia a választott nép bűnéért. A jó pásztor, a nyáj pásztora, a nép királya az, aki szeretetéből kész erre. Azon az áron is, hogy elszíled a nyáj. Jézus szenvedő engedelmességéhez ez is hozzátartozott. Bizalommal az atya kezébe helyezte az ő követői, tudva, hogy Isten nem fogja elhagyni azokat, akiket rábízott. Nem hagyja, hogy végleg eltévejedjenek az ővéi. És közben, mindeközben azért imádkozik, hogy aktív engedelmességében is tarthasson ki. Így olvastuk, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem a te. Döbbenetes Jézusnak az engedelmessége. Más vágyak éltek a szívében, az egészséges életvágy, nem akart meghalni szíve szerint, és az engedelmesség most mégis azt jelentette, hogy lemond a saját akaratáról, és teszi azt, ami kedves Istennek. Ezért könyörög, és ezen az úton indul tovább. Jézus engedelmes volt, minden tekintetben engedelmes meglepő. Ha bármelyikünk életére nézünk, felfoghatatlan, hogy szeretheti valaki ennyire Istent, hogy mindezt vállalja. De hiszen erre teremtett mindannyiunkat a mi alkotónk. Jézus helyettünk volt engedelmes, és éppen ezért nekünk már nem kell rettegnünk engedetlenségeink következményeitől, bizalommal léphetünk Isten színe elé nap, mint nap. Majd egykor a tökéletes közösségbe is ő vele s lelke által ezt az engedelmes életet akarja bennünk is élni. Kérjük tőle mi is ezt az engedelmes életet. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy láthatjuk, mit jelent engedelmeskedni az atyának. Szeretnénk mi is ilyen tökéletes, tiszta és szép életet élni. Lelkeddel segíts bennünket ebben. Amen.